Jó reggelt! Hallottam én kifogást, hogy én nem vagyok Bujáki Edina. De ez a Bujáki Edina. Tehát most keltem föl, így áll a hajam. Én amerikai vagyok, én mindent megszoktam most, hogy ilyen szép legyen, ilyen szép sejmes, fényes. Ilyen szép. Majd be kell festenem holnap után, vagy azután, hogy ne legyen ilyen. Ez a Bujáki Edina. Én szoktam így csörögni reggel. Van ilyen reggeli készletem. Én ilyet ezek. Az Ákoséknak olyan szépet küldtem, én meg ilyet eszek. Muszáj vagyok fogyókúr lenni, mert nagyon nagy vagyok. Megtalált a Szabolcs a fényképemet az Instán, a régit. Nem szoktam hazudgációzni, mindjárt feltöltöm az Instára, hogy néztem ki, hogy nézek ki a háj alatt. A koromról, mert kaptam ilyen negatív kritikát, nem tudom, hogy csinálni, iszonyatos balhé volt Budapesten, egy másodperc, egy pillanat, tehát ez a Bujáki Edina, ilyen jókedvű a Bujáki Edina. Egy másodperc. Bocsát, itt vagyok. Írtozatos botány volt Budapesten. Szeretném ezt tisztázni önökkel, jó? Tehát mivel meghamisították a fotóimat más helyeken, és más fejeket raktak rá, föllázadtak az amerikaiak, mert ez egy amerikaiak által kifejlesztett amerikai test, amerikai-svájci koprodukcióba. Ez az én testem, tehát ez alatt a hájpacni alatt, ott van az a klassz izomzat, most is. Így sikerült puszta kézzel legyilkolnom itt rengeteg embert, mert ez egy erős izomzat. Ellopták itt az útlevelemet, mert itt volt egy kis probléma. Vissza kellett menjek Budapestre, új útlevélért, és ott a helyi hölgyekkel megbeszéltem, önökkel meg szeretném tudatni, én nyugodtan, hogy azon a fotón sem nem én vagyok, de ilyenkor ne idegeskedjenek, jó? Tehát az amerikaiak tökéletesíteni akarták ezt a testet, hogy kibírja testileg és lelkileg ezt az 5 évet itt kin az utcán. Nem ám olyan egyszerű kin az utcán élni. Csak szólok. Ne jól túléltem, nekem nincsen majom. Tehát én lelkileg jól vagyok, testileg is jól vagyok, semmi bajom nincs. Hála Istennek. Tehát Budapesten volt ebből egy kis probléma, én ott megbeszéltem a hölgyekkel, nagyon kellemes hölgyekkel sikerült beszélgetnem a 13. kerületi okmányirodába. Nem mutatom meg az útlevelet, megmutatom önöknek, hogy mi történik, amikor megpróbálnak lefotózni. Tehát szeretném önökkel tudatni, hogy a videófelvétel is csal, az összes fotóm hack nem engedik az amerikaiak. Ha élőben látnak, akkor látnak, hogy nézek ki. Nem úgy nézek ki egyébként a videófelvételen, nem is olyan az aurám, mint a videófelvételen, és ebből nagyon nagy sértődés volt, hogy ráhekkeltek más fejeket az én testemre. Emiatt az hivatalos dokumentumom, egy másodperc, nem mutatom a számát, jó? Meg a többi részét sem, jó? Tehát ezt a fotót kaptuk a hivatalos dokumentumomon. Van egy másik fotóm, egy ilyen szőkép, amit ráraktunk az ideiglenes útlevélre. Azon szó szerint, mivel önök inaktívvá minősítettek, össze van szűkülve a pupillám, mint hogyha meg lennék halva. Tehát az összes fotómat az amerikaiak elérik ezt a rendszert, hekkelik. Az összes videófelvételmet hekkelik, tehát minden fotón és videófelvételen önök szar minőségű Bujáki Edinát látnak, meg kinézetre. Nem tudom visszaadni így, hogy milyen vagyok. A budapestiek találkoztak azzal a másik Bujáki Edinával élőbe. Ez a Bujáki Edina fog menni, jó? Tehát ez a végleges Bujáki Edina. Ezen a fotón, csak mutatom újra, hogy megnyugodjanak, ezen a fotón meg legalább 85 éves vagyok. Egyetem, ez nem az én arcom. Tehát szeretném felhívni az önök figyelmét, be kell fejeznünk a hazudgációt, jó? Ez az igazi Bujáki Edina. Jó, de nem így nézek ki élőben, meg ilyen aranyosabb vagyok élőben, ilyen aranyos vagyok. Olyan vagyok, mint tegnap a csipogós cipővel. Tehát az a Bujáki Edina. Csak nem úgy nézek ki, mert az amerikaiak elhekkelik az összes felvételt. Jó, tehát majd élőben, amikor láttok, akkor rájöttök, hogy ez egy tök aranyos csaj, meg kedves csaj. Jó? Én nem vagyok ilyen bunkó, meg én nem szeretném a magyar társadalmat minősíteni, mert én nagyon szeretlek titeket. Én nem szeretnék titeket megváltoztatni, mert én úgy szeretlek titeket, ahogy vagytok. Én nem tudom, miket hazudgálnak rólam. Én nagyon aranyos kis csaj vagyok. Ilyen furán ejtem ki a szavakat, de az igyekszem, jó? Igyekszem.
Mert én amerikai vagyok, nekem az angolt kell jól kiejtenem, a magyarral meg így próbálkozom az remélem, mert elfogadtok, a portugálok megértenek, portugális perfekt beszélek. Úgyhogy majd találkozunk Budapesten, jó? Ez a Bujáki Edina. Ilyen dokumentumokat adtak, ez van, jó?